Bemutatók és természetismereti verseny Fehértó napja Kardoskúton. Több mint 5000 jégkrémet osztottak ki, diákokat ajándékozott meg a Rotary Klub. Egykori edzőjükre emlékeztek, Nagy Sándor úszóverseny Gyopáros fürdőn. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió szeptember 19-i keddi híradóját látják. Köszöntöm Önöket, lássuk a részleteket! Évről évre egyre több érdeklődőt vonz a Kardoskúti Fehértó napja. A szervezők három helyszínen várták a vendégeket, számos bemutató, kulturális program, valamint természetismereti verseny is várta megjelentekre. A puszta központ volt az egyik helyszín, ahol a családi és kulturális programok zöme zajlott. A színpadon néptánc és népzenei bemutatók váltották egymást, a füves részen a népi játékokat próbálhatták ki a gyerekek, az asztaloknál pedig kézműveskedés várt az alkotni vágyókra. Innen indul egy természetismereti vetélkedő, aminek az a célja, hogy megszólítsa a kisebb generációt is és a családokat is, és innen indul 7 állomással, ami kivezet teljesen a tópartra és az állatbemutató részünkhöz is. A másik két helyszínre dottóval, illetve pusztafogattal juthattak ki a vendégek. Az állattartó telep mellett már várták őket a szürke marhák, de ugyanitt lovagolni is lehetett. Szintén népszerű volt a gyerekeknek kialakított szalma labirintus. A szervezők igyekeztek minden korosztály számára élvezetes programokat kínálni. Nekünk ez a falusi játékok, ezek nagyon bejönnek, ezek ilyen pici gyerekekkel élvezhetőek, akkor dottóztunk már, lovaskocsikázni szeretnénk elmenni, ezek nagy élmények, akkor az arcfestés nagyon várta már a kislányom. A szervező Körösmaros Nemzeti Park igazgatóságának, illetve Kardoskút önkormányzatának idén is az volt az elsődleges célja ezzel a rendezvénnyel, hogy bemutassa a Dél-Tiszántúl legjelentősebb szikes tavának természeti értékeit. A kardoskúti Fehértó ugyanis Magyarország 7 természeti csodájának egyike. Közös megállapodást írt alá a Békéscsabai Szakképzési Centrum és a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kara. Ez alapján a Nemes-Tihamér Technikum okleveles technikus képzésén résztvevő tanulók plusz kreditpontokat kapnak, amelyek könnyedebbé tehetik az egyetemi éveket. Sajtótájékoztató keretén belül jelentette be a Békéscsabai Szakképzési Centrum, hogy az intézmény újabb megállapodást köt egy felsőoktatási intézménnyel. A Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai karának mindez új, hiszen első szerződésüket írják alá a Békéscsabai iskolával. Emellett természetesen a szakképzési centrummal keresjük azokat az utakat is, ahol az egyes karok, az egyes iskolák egyes szakmáival vannak összekötve. Miért is van ez? Alapjába véve a törvény ad egy olyan lehetőséget, minek köszönhetően az okleveles technikusi képzés elvégzését követően plusz pontszámmal tudnak jelentkezni a diákok a felsőoktatási intézménybe, de mi az együttműködésünk során szeretünk olyan pont-pont kapcsolatot létrehozni a szakképzési centrum és az egyetem között, minek köszönhetően nem csupán a pontszámot kapja meg pluszban a diák, aki a Békéscsabai Szakképzési Centrumot választja, hanem egész pontosan plusz kompetenciákat. A szoftverfejlesztő képzés elvégzését követően a diákoknak lehetősége nyílik arra is, hogy a természettudományi és informatikai kar egyes szakjain előnyhöz jussanak, így például kevesebb kurzust kell felvenniük, vagy hamarabb befejezhetik az alapszakot. A BSC megszűri hallgatókat, kiválasztja azokat a motiváltakat, tehetségeseket, akik ezen a területen szeretnének tanulni, később pedig dolgozni, és akkor mi ezeket a diákokat szeretnénk itt tartani, hogy ezt becsatornázzuk a természettudományi és informatikai karra Szegeden. A diákoknak mér előny, tehát egy rugalmas képzési formát jelent, mert 14 éves korban nekik nem kell úgy jelentkezni technikusnak, hogy ez egy zsákutca. A diákok már a középiskolai tanulmányok során áthatóan megismerik az informatika világát. A megállapodásnak köszönhetően pedig olyan krediteket szerezhetnek, melyet az egyetemi képzések során is beszámítanak. Az egyetem a programot április 26-án elfogadta, hivatalosan pedig szeptember 15-én írták alá a szerződést. Mucsi Balázs kiemelte, bíznak benne, hogy innentől kezdve a közös munka nem áll meg, és rengeteg diák jelentkezik majd tőlük a Szegedi Tudományegyetemre. Több mint 5000 jégkrémmel csalt mosolyt a gyermekek arcára az Orosházi Rotary Klub szeptember 15-én. A pénteki kezdeményezéshez orosházi és környékbeli iskolák egyaránt csatlakoztak.
Szeptember 15-én a reggeli és délelőtti órákban érkeztek meg a Csendes utcába az orosházi intézmények képviselői, hogy átvegyék a Rotary Klub orosháza által adományozott jégkrémeket. Kovács Sándor, az orosházi klub tagja elmondta, hogy a kezdeményezés egy szolnoki rotaristársuktól indult, aki jégkrémek gyártásával foglalkozik. Az ő segítségével így összesen 5180 darab jégkrémet tudtak kiosztani pénteken a környező települések iskolái részére. Elégedettek vagyunk, egy teljes raklapot tudtunk elhozni, ez került szétosztásra a térségben. Itt Derekegyház, Áltatót, Komlósik, minden általános iskolás részére tudjuk ezt biztosítani. A klubnak már tavaly is volt egy hasonló kezdeményezése, akkor egy magyar rekord felállításához járultak hozzá jégkrémekkel a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és a Cina Sándor Tag Intézmény diákjai. Akkor a hagyományteremtő gyermeknapon országszerte mintegy 50 településen ettek egyszerre jégkrémet a diákok. Idén többek között a Székelcs József Evangélikus Iskola és a Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola képviselői érkeztek az első között, és vitték el az intézményekbe az ajándékot. Deák Péter, a Székelcs iskola igazgató helyettese elmondta, hogy régiók kapcsolatot ápolnak a Rotaryval, akik tavaly is megkeresték már őket, támogatva a rászoruló diákok osztálykirándulását. Már tavaly esztendőben is nyújtottak számunkra egy diákok számára segítséget, és most ebben az esztendőben nagyjából egy héttel ezelőtt értesültünk arról, van egy ilyen lehetőség, édességgel lehet meglepni a gyermekeket. Általános iskolás korosztályú gyermekekről beszélünk most elsősorban. Péntek van, iskola van, édességgel most ott lehet csalni az arcukra. Nagyon szépen köszönjük ezt az adományt a Rotary Klub orosházának. A Rotary tagjai tehát az átvételkor segítettek a rakodásban, ezt követően pedig az iskolákba szállították a jégkrémeket, ahol rögtön szét is osztották azokat, főleg az alsós osztályokban. A református iskola közel 150 tanulója vett részt a múlt heti iskolaúszáson. Az idő remek volt, az 5. osztályosok délelőtt, a 2. osztályosok pedig délután szálltak Dottó Ottóra, ő vitte ki ugyanis a gyerekeket gyopáros fürdőre. Azért, mert megtanulunk úszni. Lotti szerint ezért jó kijönni az osztálytársakkal gyopárosra, meg persze azért is, mert csodás, szinte nyári melegben remek érzés belecsobbanni a hideg vízbe. Az orosházi református két tanítási nyelvű általános iskola idén is élt az önkormányzat által biztosított lehetőséggel, így az elmúlt héten a testnevelők közel 150 diák úszás tudását alapozták meg, illetve fejlesztették tovább. A diákok és a kísérő pedagógusok jegyeit a város önkormányzata állta, az iskolának csupán az utazás költségét kellett finanszíroznia. A gyerekek három csoportra osztva gyakoroltak, a kezdők és a középhaladók a Tammedencében, a haladók a 2 méteresben kaptak helyet. Három nap után már azok is kezdték elsajátítani a mell és a gyorsúszás alapjait, akik korábban még sohasem próbálkoztak ezzel. A kisdiákok egymás kedvéért is szorgalmasan, odafigyelve edzettek. Egyik másik gyereknél egészen úgy annyira sikerül, hogy nálam már most a középső csoportban alig kell, hogy időt töltsön, már mehet át rögtön a nagymedencébe. Nyilván ez megint személyiségfüggő, hogy milyen viszonyban van a mély vízzel, de nyilván egy hetet vagyunk itt, tehát ez 5 nap. Azért arra próbálunk törekedni, hogy csütörtök pénteken már, ha nem is mindenki segítség nélkül úszik a mély vízben, akkor is legalább vízbiztonságot tudjon élvezni. A Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület népszerűsítette a vívást szeptember 16-án. A bemutatók és a játékos feladatok mellett világ- és Európa-bajnok, olimpikon, valamint ifjúsági olimpiai bajnok is várta az érdeklődő gyerekeket. Többek között ilyen modern eszközöket is kipróbálhatott az, aki betért a református iskolában található vívóterembe szeptember 16-án. Itt tartott a hagyományos nyílt napját a Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület. Hagyományosan 3. éve rendezzük meg. Ennek a rendezvénynek az a célja, hogy megnyitjuk a kapuinkat elsősorban az orosháziak előtt, hogy lássanak bele a klubmunkánkba, nézzék meg, hogy működik maga a Vívó Egyesület, és ugye elsősorban toborzási céllal csináljuk ezt a nyílt napot. A körülmények kimagaslóak, legyen az felszerelés vagy különböző fejlesztő eszköz, felveszik a versenyt a tradicionális fővárosi egyesületekkel. Ezt erősítette meg az eseményre meghívott olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok Gémesi Csanád, illetve az ifjúsági olimpiai bajnok Rab Krisztián is. Modern és felszereltnek találom a termet, nagyon jó programok voltak ma, sok gyerek, és egészen különleges berendezések és jó felszereléseket láthattunk.
A vívás Magyarországon nagyon népszerű, egy sikersportág. A legtöbb olimpiai aranyérmet a vívás hozta, szám szerint 38-at. Legutóbb a milánói világbajnokságon ért fel a csúcsra a magyar férfi kardvívó válogatott. Ennek a csapatnak volt a tagja Gémesi Csanád is, aki magával hozta a VB aranyérmét, de megmutatta a tokiói olimpián szerzett bronzot is. A sportoló szerint ezek a sikerek is kellenek ahhoz, hogy népszerűsítsék a sportágat. Minden kisvárosnak egy nehéz dolog az, hogy egy ilyen küzdősportot, egy egyéni sportot sikerüljön tömegsportát tenni. Dolgozunk mi is azon, de itt, ahogy látom, Nagy Nándiék is nagyon komoly erőket tesznek bele, és munkát tesznek bele, hogy népszerűvé tegyék a vívást. A Zsoldos Péter Orosházi Vívó Egyesület szeptember 18-ától minden nap 17 órától várja a református iskolában található vívóteremben azokat, akik szeretnének beiratkozni és megismerkedni a sportággal. Egykori edzőjükre emlékeztek az úszók Gyopáros fürdőn. Szeptember 16-án rendezték meg a 34. Nagy Sándor emlékversenyt. Nagy Sándorra, az egykori pedagógusra, edzőre emlékeztek szeptember 16-án Gyopáros fürdőn. 9 egyesület közel 100 versenyzője állt rajtkőre. A rendezvényt megtisztelte Orosháza város polgármestere Dávid Zoltán is. Ennek a csodálatos sportembernek, Nagy Sándornak az emlékét méltó módon őrzi az egyesület. Mindig megmutatja azt, amire tanított Nagy Sándor minket, azokat az úszókat, akik mindig megmutatják azt, hogy milyen ügyesen és gyorsan tudják ezeket a távokat teljesíteni, hogy ha nem csak a technikákat mutatta meg, hanem azt mutatta meg, és példaként állt azzal élen, hogy ha a sportot valaki szereti, akkor nem csak a testét, hanem a lelkét is megedzi. Az emlékversenyen lezárult a gyopárosi versenyidőszak. Dr. Letavec Ilona, az Orosháza Úszó Egyesület elnöke értékelte röviden az idei évet. Nehéz, küzdelmes időszak volt. Nyilván mindannyiunk által ismert, hogy a technikai feltételek ugye nem kellőképpen adottak. Nehézséget okozott az, hogy át kellett járni folyamatosan vidékre úszni. Ennek ellenére 11 versenyzőnk az, aki állandó jelleggel úszik, tehát télen-nyáron, és nagyon szép eredményeket érünk el. Ezeket a sajtóban folyamatosan lehet követni. Az emlékverseny a legkisebbek bemutató úszásával kezdődött, majd következtek a különböző versenyszámok. A magyar úszókon kívül Romániából is érkeztek versenyzők. A verseny nehéz volt, de próbáltam jól úszni. A nap végén a legsikeresebb úszók éremmel gazdagodtak. Az Orosháza Úszóegyesület versenyzői 16 arany, 5 ezüst és 4 bronzérmet szereztek. A csapatversenyben az orosháziak az aradiak mögött a második helyen végeztek. Villanyfényes mérkőzést játszott szeptember 15-én az OMTK Ule labdarúgó csapata. A Békés Csabai Jamina vendég szerepelt a Mátrai stadionban. Az eddig 100%-os teljesítmény nyújtó OMTK Ule fogadta a pont nélküli Békés Csabai Jaminát a Mátrai stadionban. A papírforma biztos hazai sikert ígért. Ennek ellenére a hétközben edzőt váltó Jamina bátran kezdte a mérkőzést, és a 9. percben vezetést szerzett. A gól olyannyira felpaprikázta az orosházi csapatot, hogy a félidőig Miszlai és Huszár góljaival megfordította az állást. A második játékrészben, a 47. percben Burai növelte az Orosháza előnyét. A két gólos vezetés birtokában az Ule nem erőltette a góllövést, a vendégeknek pedig már nem volt erejük fordítani, így korán kialakult a 3-1-es végeredmény. A mérkőzés összképe alapján nem volt gondunk, kaptunk egy gólt, ami elkerülhető lett volna pontrugásból, erre azért oda kell figyelnünk, utána jött az igazi fegyverünk, azért a mi is a pontrugásokat jól tudtuk el, hatékonyan tudjuk értékesíteni. Megvoltak a lehetőségeink, az biztos, hogy nagyon, nagyon nehéz, ez nem az első mérkőzés, amikor állandóan ez a felállt védelem ellen, nagyon nehéz ezeket feltörni, nagyon nehéz még jobban dominálni, még több helyzetet. A másik félidőben is megrúgtuk azt a harmadikat, ott totálisan eldőlt a mérkőzés. A héten kinevezett vendégek edzője Varga Péter a vereség ellenére dicsérte csapatát. Nagyon jó indult számunkra, amit én elterveztem mára, azt a fiúk 200%-ig hozták abba a játékrendszerbe, amit most hirtelen kedd óta ki tudtam találni, és erre a meccsre meg tudtam, hogy össze tudtam szedni. Úgy gondolom, hogy nem vallottunk szégyent. Akikkel én beszéltem meccs előtt, mindenki 5-6 gólt kapott, gólt számított. Én úgy gondolom, hogy
hogy egy jó orvosházban tudtunk a méltó ellenfelei lenni a mai mérkőzésen, úgyhogy igazából tényleg le a kalappal a fiúk előtt. Bónus Marcell Orosházán sajátította el a futball alapjait. 11 év után tért haza anya egyesületébe. Jó érzésekkel jöttem vissza volt klubomba, sok tapasztalattal, szóval örömtelén érkeztem vissza. Két gólpasszt adtál, milyen volt belülről a mai mérkőzés? Hát szerintem az első fél idő az elég nehézkes volt, hiszen vezetés szerzett a Jomine csapata, de utána operáltunk két pontrugás góllal, és szerintem a második fél időben pedig egészen simán nyertük a meccset. Az OMTK Ule legközelebb szeptember 23-án lép pályára. Ekkor a Békés Csabai előre tartalékcsapatát fogadja a Mátrai stadionban. A múlt heti szoros és küzdelmes szezonnyitót követően szeptember 17-én ismét hazai pályán az Ötvös Csarnokban fogadta soron következő ellenfelét a Csikó Ese kézilabda csapata. A második fordulóban a Berettyó MSL csapata látogatott Orosházára. Hamar sikerült egy nagyobb előnyt kiépíteni a Csikó kézilabdázóinak a kissé nehézkesebb kezdést követően, hiszen a 10. percben már 7-2-t mutatott az eredményjelző, ez a különbség pedig a következő percekben sem változott sokat. A 20. percben aztán tovább növelték a fort az orosháziak, különösen Pásztor Máté és a kapuban remeklő Pajkó László volt elemében. A csapatkapitány testvérével, Pásztor Ákossal közösen egy gyönyörű és látványos összjátékot is bemutatott az első játék rész zárásaként, melynek köszönhetően 10-re növelték az előnyt, 21-11-el vonulhattak pihenni. A felek. A második félidő nagyobb iramban és sokkal több góllal kezdődött, orosházi részről Borbély Levente volt többször is eredményes ebben a periódusban, de Simon Boldizsár és Nagy Kristóf sem akartak lemaradni tőle, ők is több szép találattal jelentkeztek. A 40. percben már 30 gól fölött jártak a Csikó játékosai, a félidei különbséget pedig még tovább növelve, ekkor már 29-17 állt az eredményjelzőn. Az összecsapás során az orosházi keretből mindenki megkapta a játék lehetőséget védekezésben vagy támadásban, az előnyük pedig nem változott, sőt az utolsó 10 percre már 36-22-es állással fordulhattak. Becsülettel hajtott vasárnap esti ellenfelük, de sokkal feljebb már nem tudott kapaszkodni a Berettyó Újfalu csapata, végül 40-28-as orosházi győzelem született. A Csikó játékosai így két győzelemmel és 4 szerzett ponttal indították 2023-2024-es szezonjukat. Nagyon örülök, hogy a múltkori mérkőzésre rá tudtuk menteni a lendületünket és a harcosságunkat, és ezt már a mérkőzés elején a gólokban látszódott is, hogy nagyobb gólkülönbséget közé tudtunk tenni. Az elején még azért az itt szellövésekben a végén a kis koncentráció hiányzott, de utána pedig a rontott lövések után odafigyeltek a játékosok, és belőttük az itt szereinket, hál' Istennek. A védelemben voltak némi hiányosságok, de ezen a mérkőzésen most hál' Istennek belefért. Az orosházi játékosok a harmadik fordulóban is az Ötvös Csarnokban játszanak majd. Vasárnap a kondoros csapatát fogadják a következő bajnoki mérkőzésen. És most lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Bemutatók és természetismereti verseny Fehér Tó napja Kardoskúton. Több mint 5000 jégkrémet osztottak ki, diákokat ajándékozott meg a Rotary Klub. Egykori edzőjükre emlékeztek, Nagy Sándor úszóverseny Gyopáros fürdőn. Önök az Orosházi Városi Televízió szeptember 19-i keddi híradóját látták. Friss hír összefoglalóval legközelebb pénteken várjuk majd Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!